egy fiatal édesanyával beszélgetünk, Andrássyné Kristínával, aki az előzőekben egy babacsomagot vett át Szepesi Tibor polgármester úrtól. Itt azért elárult, hogy ez már nem az első csomag. Mit kell tudni a családról? Van már egy nagyfiunk, ő Andrássy Vince, ő már 22 hónapos, és most született nem régiben az kis öcsikéje, Bercel, ő meg tegnap volt 6 hetes. Mit kell tudni a fiúkról? Az öcsike az még azért pici ahhoz, hogy a nagyot érzékelje, de a bátyus az elfogadta? Igen, hát nagyobb féltékenységre számítottunk, de nagyon jól viseli. Nem mondom, hogy néha nem féltékeny, de azért nagyon tényleg puszilgatja, szeretgeti, próbál segíteni, segít a pelenkázásban, a fürdetésben, próbál játszani vele, eteti. Tehát még ugye Berci még pici ez. Mit kell tudni a piciről? Azt mondta, hogy 6 hetes. Mekkora súlya született, és már most mekkora? 54 centivel született, és 3230 grammal. 6 hetes, egy hónaposan volt 4500 gramm, és anyateljes, szóval így gyarapszik rendesen. Mit kell tudni a családról? Ön hol dolgozott előtte? Én az elektronikai hulladékhasznosító Kft-től jöttem el Egyesre. A férjem pedig Szolnokon dolgozik a TRV-nél. Ő bejár minden nap, de itt lakunk mind a ketten Karcagon. És tőzsgyökeres karcagiak vagyunk mind a ketten. És a kisfiú hanyadik unoka a családban? Hú, hát a férjem oldaláról az első, az én oldalamról pedig a harmadik. Az előbb itt polgármester úr kérdezte, hogy lesz-e harmadik, erre még azt mondta, hogy egy kis időt még azért kér ehhez. Igen, hát egyelőre nem tervezünk, de hát soha nem mondjuk azt, hogy soha, majd meglátjuk, hogy az idővel hogy alakul. Amikor megtudta, hogy a második is kisfiú lesz, akkor mit érzett? Kislány szeretett volna, vagy igazából eleve kisfiút? Hát az igazat megvalva én szerettem volna kislány, de hát így hozta a sors. A lényeg az, hogy egészséges mind a kettő. Említette, hogy a második gyermek is megkapta ezt a csomagot, az elsővel is kapott. Akkor gondolom, amikor értesítették, hogy ezért most be kellene jönni, már nem érte váratlanul. Igen, már készültünk rá. Ugye a védőnéni tájékoztatott minket róla, hogy a 15-e után majd tudunk jönni a csomagért, és akkor hát így számoltunk rá, hogy akkor majd kapunk egy kis meglepetést a várostól. Itt végig is néztek, hogy mi minden van benne. Van olyan, ami hasznos, és esetleg nem vették meg, és most pont jól jön? Hát igen, itt beszéltük a polgármester úrral is, például az orszi-porszi nekünk az első fiúnál nem is jutott eszünkbe, hogy úristen, ilyenre is van szükség, és akkor úgy jól jött a csomagba. A takarót is, most például a tesó, a Berci használja az előzőleg kapott takarót, mert az ilyen kis pihe-puha, és nagyon szereti. Hát a kis tányér, kanál, ezek is mind jönnek a... Ezek a fogyóeszközök, igen, gondolom. Ezek mind, igen, igen, ezek fogyóeszközök, a kanál is, mert mindig eltűnik, vagy kettétörű, vagy mindig vannak valamilyen balesetek ezekkel is. Szepesi Tibor polgármester úrral beszélgetünk, ő még az első csomagot adta, de én úgy emlékszem, hogy 2 évvel ezelőtt már elkezdődött a babák köszöntése. Így van, a 2018. január 1 után született gyermekek kapták meg először Karcagon a babacsomagot. Az előző ciklus utolsó évében döntött arról az önkormányzat, hogy ilyen formában is szeretné segíteni a Karcagon gyermeket vállaló családokat. Azóta természetesen folyamatosan megkapják a csomagot a kisbabák. Nem tudom, hogy volt-e lehetősége megnézni, hogy eddig hány csomagot adtak át? Megvallom őszintén nem, hogy összességében hány darab került átadásra, az viszont kétségkívül tény, hogy egyre többen veszik igénybe, hál' Istennek a kormány intézkedéseinek hála, egyre többen vállalnak gyereket, ugye a különböző család támogatási kedvezmények éreztetik hatásokat Karcagon is, tehát egyre többen vállalnak gyermeket és születnek Karcagon is, tehát a csomagok beszerzése az folyamatos, és egyre többet kell beszerezni, hál' Istennek. Mi lett volna jó az ön idejében, amikor kicsik voltak a gyerekek ebből a csomagból, ami nem volt még akkor? Szerintem ezt a csomagot bárki bármikor elfogadta volna, hiszen nyilván abban az időben, amikor én jól vissza tudok gondolni azokra a több mint 20 évvel ezelőtti időszakokra, azért a pelenka akkor kezdett nagyobb
terjedelemben bejönni hazánkba, akkor kezdték egyre többen használni, így mi is. És épp nosztalgiáztunk, hogy az orszívó, porszívó akkor jelent meg, és akkor még olyan kiszerelésben volt, amit nekem sikerült, hál' Istennek, rögtön az első nap eltörni, hiszen mind a két vége üvegből volt. De azt gondolom, hogy mindenki számára, aki megkapja ezt a csomagot, talál benne olyat, amit használni tud. Amit az előbb is hallottunk, hogy a kis takaróhoz, ugye minden gyerek ragaszkodik, nem csak amikor megszületik, hanem a későbbiekben is, mert annak van egy olyan illata, egy olyan érzés, ami szerintem végigkíséri akár az egész életében, hiszen én tudom, hogy mi is megtartottuk még azokat a kis takarókat, amit akkor használtunk. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen olyan eszközöket tartalmaz ez a csomag, amely mindig, mindenkor jól jön, főleg egy újszülöttnél. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!